Kassán átadták a hathatós, mintegy 700 ezer eurós magyarországi támogatásnak köszönhetően megvásárolt és átépített belvárosi házban kialakított református magyar óvodát. A hálaadó istentiszteleten Fazekas László, a szlovákiai református keresztény egyház püspöke ige hirdetésében kiemelte, hogy a felvidéki reformátusok a támogatásnak köszönhetően új esélyt kaptak megerősödésükhöz. Amikor az egyház élete csak a templomfalak között zajlik, akkor az egyház elveszítette küldetését. Azért vagyunk a templomfalak között, hogy megerősödjük, és innen kilépjünk, és menjünk, és hirdessük az evangéliumot. Fazekas László hozzátette, az egyház feladata, hogy kilépjen a templom falai közül, óvodáival, iskoláival világítson, ahol olyan igét tud csepegtetni a gyermekek szívébe és lelkébe, mely megtartja őket az élet feladatai között és megerősíti keresztény hitükben. A támogatásnak köszönhetően 146 év után van újra magyar oktatási intézménye a Kassai Református Egyházközségnek. Ez egy olyan vérkeringést jelent, amellyel bekapcsolódhatunk a magyar, felvidéki magyar társadalmi életbe, és tulajdonképpen vihetjük azt a töbletet, azt a pluszt, ami úgy gondolom az egyháznak megvan. Ezen kívül itt Kassán kimondottan fontosnak tartjuk azt, hogy a református egyház óvodát indít, mivel szükség van a magyar óvodákra, hiszen az itt élő nagyon kicsivé zsugorodott magyar közösségnek lehetőséget biztosítunk azzal, hogy magyar óvodai oktatást biztosíthatunk a gyermekeknek, ahonnan aztán léphetnek a magyar iskolába is. Amint egy 7000 magyar számláló 250 ezeres Kassán jelenleg egy magyar tanítási nyelvű önkormányzati óvoda működik. Ez egy történelmi pillanat, és nagyon hálásak vagyunk érte. Reménykedünk a jövőben is, hogy Kassa és Kassa környéke olyan terület, olyan nagy terület, ahonnan nem csak a meglévő magyar óvoda telik meg gyermekekkel, hanem a most, illetve a jövőben szeptembertől reménység szerint megnyíló magyar református óvoda is megtelik gyermekekkel, és ez a célunk, hogy megteljen gyermekekkel, és gyermekek mosolya, öröme, imádsága töltse el a gyülekezetet is új reménységgel és új hittel. A teljesen felszerelt 38 férőhelyes belső udvarral, két tágas csoportszobával, konyhával, étkezővel, szociális helységekkel és irodákkal rendelkező óvoda a város szívében, a magyar alapiskola közelében található. Minden terv jó, és annak a megvalósítása siker, hogyha minél több gyerek jön majd a magyar iskolába, és minél több magyar gyermek marad meg magyarként Kassán. Arra felé kell mennünk, hogy egyre több szülőnek adjunk lehetőséget arra, hogy ilyen típusú óvodát is válasszon, és ha több magyar gyermek lesz a református és az állami óvodában, és akkor több magyar gyermek lesz az iskolában is. Cimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki főosztályvezetője a rendezvényen kiemelte, a Református Egyház Magyarország kiemelt partnere az anyanyelvi oktatás megerősítésében. A magyar kormány az elmúlt években azon dolgozott, hogy reménységet és hitet megerősítve saját erőforrásaival segítsen külhoni magyar közösségek, köztük a szlovákiai református keresztény egyház által megállapodott tervek megvalósulását. Több nagyobb összegű támogatási csomagról döntött, melynek kiemelt kedvezményezettjei voltak a református egyház külhoni magyar közösségei, akiknek nemzetünket megtartó és egyesítő munkája ma is legfontosabb biztosítéka a magyarság megmaradásának határon innen. A főosztályvezető hozzátette, ha megőrizzük templomainkat és iskoláinkat, akkor minden esélyünk meg lesz arra, hogy a magyar közösségek újra gyarapodjanak a Kárpát-medencében. Szlovákiában 135 önkormányzati és 30 egyházi oktatási intézménynek nyújt támogatást a Kárpát-medencei bölcsőde és óvodafejlesztési program keretében a magyar kormány, mely Trianon óta a legnagyobb rendszer szintű külhoni támogatási program. Az óvodák és bölcsődék nagy része 2020-ban átadásra kerül.